Egészen Mária Gyűdik zarándokoltak ezek a férfiak és fiaik. Cselászló két kisfiával érkezett az útra, ő már régi zarándok, többször járt Mária Gyűdön gyalog. A két kicsi most elkíséri. Közösséghez tartozunk, ez egy teljesen jó közösségi program. Amikor én kicsi voltam, akkor is többször zarándokoltunk, gyalogoltunk, túráztunk, ez örök élmény maradt. Felföldi László Pécsi megy és püspök már tavaly terbe vette az apafia zarándoklat ötletét, amelynek megvalósítása mostanra éred A férfiak vállára ma nagyon sok teher nehezedik a világban, mondja a püspök. Ezért össze kell fogni a férfi, az mindig csapatjátékos volt. Nem kell mondanom a focista szeretőket, hogy ők tudják legjobban ezt, de hogy Fogjunk össze, erősítsük egymást, és így mindenki biztosabban, stabilabban hely tud állni a saját élethelyzetében, családjában, a szeretetnek, az örömnek, a család biztonságának a megteremtésében. A hagyományteremtő programon mintegy 130 fiatal és idősebb korú zarándok vett részt, köztük több tucatnyi gyermek tette meg a több mint 20 kilométeres távolságot. Az apafia zarándokokat a Máltai Szeretetszolgálat Pécsi csoportjának munkatársai kísérték el, de nem autóval, hanem szintén gyalog tették meg a távolságot.